Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan lehet egyszerűen nácsipot készíteni. Nem kell hozzá más, ugye? Csak egy vékony élű kés, vagy akár egy szike. A nádat a patak mentén szoktuk találni, és levágunk egy olyan, aminek a vége seprű. Levágunk belőle egy darabot, és előkészítjük, ahol van a kés. A nádat nézzük, hogy hol van a bok, és a boktól egy olyan másfél-egy centire vágjuk le, hogy legyen szép tiszta a hang. Körkörösen vágjuk le mindig. Közben forgassuk, mert ha nem, el fog hasadni. Miután levágtuk, veszünk egy akár fadarabot, hogy férjen bele a lyukba, és kipucoljuk, hogy legyen tiszta a hang. Nagyon jó. Ezután vesszük a szikénket, vagy épp a késünket, és bevágjuk így körülbelül egy centire. Ügyelünk arra, hogy ne vágjuk el teljesen, mert amikor gondoljuk, hogy átvágtuk ugye a késsel a nádat, azután megállunk, és megmondom, hogy mit kell csinálni. Annyi után bevágtuk, annyira, hogy éppen így hátnézünk rajta, látszik a késünk éle, akkor így megfogjuk, és egy kicsit megfeszítjük. Felfeszítjük egy olyan 3-4 centire. Ezt utána levékonyítjuk, mivel hogy nagyon vastag a nádnak a széle. Miután ügyesen levékonyítottuk, kipróbáljuk, hogy szól-e. És kész is a mi nácsipunk. Viszontlátásra, szép napot mindenkinek! Sziasztok!